Hali, nos, jó reggelt, itt van egy újabb munkahelyi agyben, és ebből már szerintem sorozatot lehetne készíteni. Na de akkor nézzük a címszám szereplő témakört, hogy mit jelent nekem szerintem Linux, Windows, Apple. Na, a Linux az nem más számomra egy szóval, és mindegyiknél megpróbálok egy szót találni rá, összefoglalni, szabadság. Csináld úgy a felületet, ahogy az neked tetszik, alakítsd a rendszert végletekig úgy, ahogy neked tetszik, és ellenőrizd az egész operációs rendszert. És fejleszd a probléma megoldó képességedet, bírjad a monotonitást, és ne menekülj a problémák elől, hanem old meg őket. Erre tanít szerintem a Linux engem. Windows. A Windows számomra legalábbis az ő érájában töltött 10x évem nem más volt, mint hogy egy szóval akarom leírni, akkor azt mondom, hogy szenvedés, gyötrelem és folyamatos rafinálkodás. Hát azért volt szenvedés meg gyötrelem, mert folyamatosan az újabb idők szerénél, ugye a 10-nél és 11-nél már bevezették, hogy 7 nappal eltolhatod az update-et, és tudom, hogy le lehet tiltani az update-et, de senkinek nem ajánlom, hogy letiltsa az update-et. Az az volt, hogy előbb vagy utóbb, de úgyis föl fog kerülni az az update, és ha az eltelt időben nem javították a benne lévő hibát, akkor ami eddig normálisan működött, az lehet, hogy el fog baszódni, ami meg bekerült, az meg vagy működik, vagy nem, vagyis ilyen 50%. Azt nem vitatom, hogy játékok területén, Adobe programok területén, irodai felhasználás területén a Windows tökéletes. Ha meg azt nézzük, hogy szerver, akkor meg Linux, úgyhogy nekem a Windows igazából egy folyamatos rafinálkodás jelentett, hogy megszerezem a különböző szoftvereket különböző fekete forrásokból, lásd, Torrent és FTP, aztán nézzük az Apple-t. Az Apple számomra egyetlen egy szóval körülírható, használj. Minden ezt mutatja. Az ökoszisztémája, ahogy kapcsolatban van az iPhone, a Mac-kel, a MacBook Pro-val, az Apple Watch-sal, az AirPods-szal, minden, ha megnézed, tökéletesen arra megy, hogy használj. Nincsenek fölösleges hülyeségek, nincsen röccenés a iOS-be, amit tapasztaltam évek alatt. Egyszerűen az van, hogy tessék, itt van, kifizetted, használd. Dőjél hátra, kényelmesen is éljél boldogan, technikamentesen, neked csak be kell kapcsolni, és megy a böngésző, megy a Facebook, megy az irodai program, megy a szoftver és képszerkesztés, és videószerkesztés, és készítés, és kreatív munka, és minden csak így. És ahogy egy kedves ismerősöm mondta, nem más jelent számára a Mac, meg az Apple, hogy a sok fölösleges hülyeség kimarad. És csak tényleg azt kell megtanulni a legelején, hogyan használod az operációs rendszert, és semmi felesleges hülyeséget, nem kell mókolni, nem kell gányolni, úgy, mint egy Windows-ba vagy Android-ba, mert az Android sajnálatos módon eddig még mondjuk a Pixel 6-on nem vettem észre stock Androidnál, de egy idő után ugye sokkal hamarabb elveszíti a támogatottságát szoftverileg, és be fog lassulni. Ezzel ellentétben az Apple termékek iszonyú hosszú ideig támogatottak, és nem lassulnak be olyan számottevően még évek múltán sem, és ugyanúgy tudunk játszani. Persze természetesen, amikor majd a 2035-ben megjelenő játékot szeretném játszani egy iPhone 12-n, akkor az valószínűleg már nem fog összejönni, és addigra már nekem is váltanom kell majd mondjuk iPhone 25-re, de attól függetlenül én azt mondom, hogy hosszú távon mindenféleképpen arról szól az Apple, hogy dőlj hátra, élvezd az életet, figyelj minden másra, de a technikára nem kell, mert mi a pénzedért odaadtuk, használd tökéletesen. Kiegészítésképpen megjegyezném, hogy megpróbáltam ugyanazt az ökoszisztémát, ami az Apple-nél van, Samsungnál összeállítani. Nem azt mondom, hogy vásároltam, mert csak telefonom volt, de néztem, hogy van füles, van óra, van telefon, vannak tévék, de ugyanazt az ökoszisztémát úgy összehozni, akárhogy utána vadászom az interneten, szerintem senkinek nem sikerült, mint az Apple-nél. A Google-nél mi van? Amiről tudok, az a telefon, óra,
füles és az Android TV. Megint csak működik, használható, nem mondom, de nem olyan tökéletesen összerakható, mint az Apple-nek az ökoszisztémája. Hozzá kell tenni, hogy ami nekem nagyon vérzik a szívem, és igazából ez még a Windowshoz tartozik, az a Windows Mobile. Nagyon sajnálom, hogy előtte a Microsoft, mert szerintem egy Surface-bookkal, meg a milliárdnyi számítógéppel és laptoppal és satöbbivel, Windows futtató cuccokkal egy iszonyú jó dolgot lehetett volna kifejleszteni. Amennyiben még kicsit nyomják bele a marketinget, nyomják bele a lóvét és fejlesztenek tovább, mert annak idején, amikor kijöttek a Windows Mobile-ok, nem lehetett azt mondani, hogy gyenge a hardverük, és a szoftver is elég jól működött, nem kellett annyit mókolni, legalábbis nekem a Lumia 640 is kb. Egy ilyen Apple szinten volt, ez a használj is ennyi. Meg kurvára tetszett a csempés megoldás telefonon. Már akkor is. Hát köszönöm a figyelmedet, hogy megiránt szántad az időt, és további szép napot kívánok neked, pápá!